Háború alatt a fotók nagy része. Kis Róbert az utolsó fehérvári kosárfonó dinasztia tagja. Azt a majdnem 100 éves mintafüzetet mutatja, amelyikből még a nagyapja leste el a motivumokat. A kosárfonó, igaz most már inkább hobbi tevékenységként, szívesen tanítja azokat, akik saját kezűleg szeretnének természetes anyagokból valami szépet és hasznosat alkotni. Fantáziát lehet belevinni, különböző dolgot lehet készíteni, használati tárgyat, ülőbútort, garnitúrákat, meg hát időtöltésnek is nagyon jó. A tábor másik szakmai vezetője az őrségben tanulta meg a mesterséget még gyerekkorában. Akkor még a legtöbben vesszőből készítették el a háztartási tárolóedényeket. Igaz, most már nem a szükség, inkább a szabadidő kellemes eltöltése motiválja a tanulni vágyókat. Mégis sokan jelentkeznek az ilyen programokra. A kosárfonásba elég szép számmal jelentkeznek táborra is, meg szakkörre is. Szakkört azt hetente két nap tartunk, pont azért, mert olyan sokan vannak, hogy egy napon nem férnénk el a műhelybe. Azt mondják, a mesterséget könnyen meg lehet tanulni, és senki sem megy haza saját maga által fonott kosár nélkül. Ezzel még nem ért véget a táborok sora a Rácz utcában, hiszen lesz még vászonszövő tábor, kovácsalkotó tábor, csutababa készítő tábor és népi játék készítő tábor is. A Fehérvár Televízió híradóját László Takács Kriszta tudósította.